Sziasztok! Az a meglepetés fogadott, hogy a Jézuska járat megkeresett engem. A Jézuska járat annyi, hogy igazából a szegény sorsú gyermekeknek ajándékoznak, és ahova nem tud elmenni a Jézuska, ott ők azok, akik a kívánságokat összegyűjtik és megajándékozzák a gyerekeket. Van egy oldaluk, ahol külön lehet választani, hogy kinek milyen kívánságot tudjátok teljesíteni, és hogyha ti is szerettek segíteni, mint ahogy én, és gondoljátok, hogy van esetleg olyan dolgotok, vagy vesztek olyan dolgot egy kislánynak, vagy egy kisfiúnak, az oldalon meg tudjátok tekinteni az összes kívánságot, és ott lehet ajándékozni majd következő karácsonyra. Van egy kislány, akinek én álltam a lista elején, szóval én voltam a legelső kívánsága, és az volt, hogy találkozzon velem, és hogy benne lehessen egy videóba, utána pedig egy fehér kabátot kért, meg egy csizmácskát, meg körömlakkot is kért még, meg szeretetet, boldogságot, meg ilyesmi. Szóval nagyon aranyos kislánynak tűnik, itt is van a levele, ezt el is küldték nekem, meg is mutatom. Szóval itt vagyok az első kívánsága, és úgy döntöttem, hogy elmegyek hozzá, és vettem neki egy szép fehér kabátot is. Laurának hívják egyébként, és itt van, hogy a legnagyobb kívánságom, hogy találkozzak Pollával, és boldog legyen a karácsony. Aj, mindig meghatódok az ilyeneket, annyira aranyos, és nagyon remélem, hogy boldoggá fogom tudni tenni. Mert nagyon rossz érzés, hogy vannak olyan gyermekek, akik nem boldogok karácsonykor, mert nem tudják megtenni a szülők azt, hogy adjanak nekik bármit is. A My Cinemán is voltam úgy, egyébként ezt csak gyors hozzáteszem, hogy nehézsorsú gyermekeknek adtunk ajándékokat, akiknek nem voltak szüleik, és ott is majdnem elbögtem magamat. Engem mindig meghatnak ezek a dolgok, úgyhogy hú, hamarosan megyek. Indulok a kislányhoz, és nagyon kíváncsi leszek, fel fogom venni az egészet, a reakcióját, meg hogy odaadom neki az ajándékot, meg kicsit majd beszélgetek vele, és bele is fogom tenni a videóba, mert ez volt az egyik kívánsága, hogy benne legyen az egyik videómba, úgyhogy majd bemutatom nektek Laurát. Az új zsekimek. Vagy a barátok.
Na most innentől fogva címek, most csak dalcímeket gyűjtünk. Ó! Ez a pulóver is, nem? Igen, igen. A kitűzője is van. Majd egyszer jövök. Oké. És a videóban is benne van a másik kívánc, úgyhogy köszönjük a munkájunknak! Sziasztok! Búcsunk! Remélem, még találkozunk. Aztán majd megint sárunk egy közös videót.